Rettenetes dolgok történnek a Balatonparton, nekem nem is az az igazán visszataszító, hogy írtják a nádast és talra vágják a partmenti kis erdőket, bár ez is nagyon szörnyű, hanem az, hogy a hivatalok behúzzák fülüket és farkukat és becsukják a szemüket, véletlenül azért, hogy nehogy valaki leszóljon fentről és nehogy valami bántódások essen. Most folytatjuk és folytatni is fogjuk a balatonparti horror történetet, rengeteg levelet kaptunk újabb és újabb példákkal. Letarolt holdbéli táj egy parti sétány mellett, félig kiirtott nádfoltok a part mellett. Poros törmelék az egykori villa helyén. Katasztrofális állapotok a Balaton partjainál. Múlt héten Balatonakalin forgattunk, ahol egy építkezés területe mellett szinte teljesen kiirtották a nádast. Rengetegen írtak nekünk a riport után, hogy beszámoljanak hasonló pusztításokról a Balatonnál. A beszámolókból úgy tűnik, új rend, vagy inkább rendetlenség alakítja el teljesen a tó arculatát, és félő, hogy már soha nem lesz ugyanolyan a tó, ahogyan eddig ismertük. Első útunk Tihanyba vezet. A komp pontosan indul, és alig 10 perc alatt Révbe érünk. Innen irány a Tudományos Akadémia Tihanyi Limnológiai, vagyis Édesvíztudományi Intézete. Tóth Viktor tudományos főmunkatárs lesz az utitársunk, akinek kiemelt szakterülete, és talán mondhatjuk, félig meddig a munkahelye is a balatoni nádas. Ezért szeretném megmutatni neki, mi történt Akalinál. Hát most átmenjünk a síneken, és utána mutatom a területet. A látvány még mindig erős. Tóth Viktorból is kiszakad egy sóhaj. És ez itt egészen a partig húzódott a nádas. Azt tudom, igen. Igen, sőt, hát ez szerintem, ez a partvonal szerintem nem az a partvonal. Mielőtt folytatnánk a biológussal a terepszemlét, megmutatok néhány fotót, amit szombat este kaptam a helyiektől. Szerintük a korábban a parton nem látott kövek elhelyezkedése és a partvonal megváltozása azt bizonyítja, hogy nem csak nádirtás, de partfeltöltés is történt, vagyis megnövelték a beépíthető területet a Balaton kárára. De vissza Tóth Viktorhoz. Mesélek neki Süli Gáborral, a területen építkező SSS Group Kft. Tulajdonosával folytatott korábbi beszélgetésemről is. Látszik most is egy sáshal, ez az valamilyen szinte igazolja egy sás volt, de nincs jelentősége, mi elhatarodunk attól is, hogy bármilyen vízinövényzetet meg kellene rongálni. Hiába az az érvelés, hogy ez itt egy rossz állapotú volt, jó állapotú volt, ez irreleváns információ. Tehát bárki bármikor, és itt most teljesen eltekintve ettől a helyzettől, bárki bármit mond a Balatonban, hogy ez egy jó állapotú nádas, vagy egy rossz állapotú nádas, nem az ő dolga eldönteni, hogy ez egy jó vagy rossz. Ez a természet dolga, hogy eldöntse, hogy ez neki megfelelő, vagy sem. Márpedig a nádas egy rendkívül összetett élőhely, nem csak pár növény, ami kiáll a vízből. Képzeljük el, hogy minden egyes nádszál olyan, mint egy lakótelep. Tehát különböző szinteken különböző lakók vannak. Tehát az üledékten van egyfajta lakó, magán a nádszálon vannak másfajta lakók, és a vízben. És a víz feletti részén is ugyanúgy lakók vannak, tehát madaraktól, egészen a vírusokig minden. És ezt most gyakorlatilag itt, ahogy egy az egyben eltüntették. De az még mindig nem derült ki, hogy egészen pontosan kik. Mivel nagyon sokan kérték, hogy derítsük ki, ki állhat valóban a nád kikotrása mögött, kutatni kezdtem. Kikértem a földhivatalból a teleknyilvántartást és a tulajdoni lapokat, mivel az SSS Group tulajdonosa arra hivatkozott, hogy nem egyedül ők a tulajdonosok, és más kivitelező is dolgozik a területen. A dokumentumok alapján tényleg nem ők az egyetlen tulajdonos a nádas melletti partszakaszon. Egy budaörsi család három testvértagja is bír tulajdonjoggal, de elenyésző, alig több mint 3%-os arányban. Egyiküket kerestem is telefonon, de nem válaszolt a megkeresésemre. Mivel másik kivitelezőről is beszélt a tulajdonos, megkérdeztem az építkezésen dolgozókat, ők tudnak-e ilyenről. Jó napot! Hello! Hello! Megkérdeztetem a kivitelező cégnek a nevét. 3S Ők a kivitelező is? Tehát ők a tulajdonosok, azt tudom. Minden ők. Tehát akkor... Jó, köszönöm. Kivitelező. Aha. Egy az egybe.
És azt nem tudják, hogy a Nádasba a munkagépeket is ők küldték? Hát akkor úgy jöttünk már dolgozni, amikor ez már végre is zajlott. Aha, ez már lezajlott akkora. Bár valószínűtlennek tűnik, hogy a 96%-ban tulajdonos cég területén egy másik kivitelező hirtelen munkagépekkel jelenjen meg, mégsem jelenthető ki 100%-os biztonsággal, hogy az SSS tudott a kotrásról, vagy ők rendelték meg a munkát, sőt a tulajdonos ezt határozottan cáfolta is. Elhagyjuk Akalit, de nem megyünk messzire. A szomszédos Fövenyesről kaptuk az infót, hogy ott is letarolták a nádat. A stégek még kint vannak, és már nem is fognak ugyanabba a Balatonba visszatérni, ugyanis itt Fövenyesen is kiirtották a nádast, hogy kik és miért azt a helyiek nem tudták megmondani. Az itt lakók ugyan elmondták, hogy felháborítja őket a dolog, de nem akartak nyilatkozni. Egyikük végül vállalta, hogy mesél róla, hogyan fogadta egyik napról a másikra őket ez a látvány. Ő is azt kérte, ne legyen felismerhető. Ez körülbelül egy 2,5-3 hete történt, nagyjából egy időben az Akaliban történt nádírtással. Itt ez a terület, ami a kikötőtől felénk van, ez több száz négyzetméter minádas volt. Gyönyörű, élő kacsákkal, tehát gyönyörű, hibátlan, nem beteg nádas, úgyhogy egyik napról a másikra gyakorlatilag. Egyik nap még gyönyörű volt, másnap lejöttünk és az intézett ki. Nem állunk meg. A következő állomás Balatonfüred. Sajnos innen is érkeztek rossz hírek. Ajtai Andor a csodaszép balatonfüredi Brázai villa elé farol be autójával és filmbéli feleségével Bulla Elmával ebben a II. Világháború alatt forgatott filmben. Na parancsoljon! Neki mutatja meg az eredetileg Ingrid Bergmanról formázott központi nő alakot rejtő szökőkutat is. Így nézett ki a villa pár héttel ezelőtt, már félig kibelezve az Urbex Hungary felvételein. Bár a tető és a szerkezet is ránézésre tűrhető állapotban volt. És ez maradt belőle mostanra. Törmelékhalmokat hordanak a munkagépek, a hatalmas kertjét borító egykori dús növényzetnek pedig nyoma sincs. Mögöttem a Brázai villa Balatonfüreden, illetve ami maradt belőle. 10 évvel ezelőttig védett épület volt, mostanra viszont a földdel tették egyenlővé. A helyén valószínűleg egy 100 férőhelyes szálloda és egy park épül majd. Sajnos a taroló turnénknak még mindig nincs vége. Ezúttal Balatonfűzfőre tartunk, ahol a környék lakói elborzadva nézték végig, ahogy egy-két nap alatt kiirtották a parti sétány melletti erdős részt. A légi felvételeken látszik, szinte holdbéli tájra emlékeztet az egykori sűrű erdőfolt. Mindenütt a földből kiálló amputált facsonkok, por és homok az ajnövényzet helyén. Sokat láttam már a mai napon, de itt körülnézve egy ideig egyszerűen nem tudok mit mondani. Egyelőre beszéljenek inkább a helyiek, akik szintén kérték, hogy ne legyenek felismerhetőek. Mi nagyon sajnáljuk, hogy ezt a leírtást nem tudjuk pontosan, vagy egy tényleg a Facebookon volt, hogy mitől polgármester vagy valaki más, nem tudjuk, hogy a kormányhivatal, hogy ki engedélyezte, csak úgy találgat mindenki. Nos, van mit találgatni. A 24.hu még tavaly augusztusban írt arról, hogy az önkormányzat a 11.058 négyzetméteres területet alig 45 millió forintért adta el, vagyis négyzetméterenként mindössze 4.070 forintért. Ennyiért balatonparti telket azért ma nehezen találna bárki. 7 lakóépület készül most gőzerővel, ahogyan írták, tóra néző balatoni panorámával. Csak hogy akkor még útban voltak a fák. Ez mára megváltozott. Mégpedig annak ellenére, hogy ez Natura 2000-es természetvédelmi terület. A polgármester szerint ezt a vízügyi igazgatóság rendelte meg, és a kormányhivatal engedélyezte a Nemzeti Park bevonásával. Szerettem volna megkérdezni a polgármestert, hogy tényleg dolgozott-e a fia a kivágott erdős területet kedvezményesen bérlő Milton Property Kft-nél, illetve hogy megkérdezzük, mit gondol a cég eljárásáról a Natura 2000-es területen. Hívtam is többször, sőt még a polgármesteri hivatalhoz is elmentem, de itt délután 3:30-kor már nem volt senki. Végül útközben hívott vissza. Amikor kiderült, ki vagyok és mit akarok, rövidre zárta a beszélgetést. Marton Béla vagyok. Üdvözlöm, polgármester úr, Bihari Ádám vagyok az ATV Heti Napló című műsorától. Tessék.
Egy telefonos interjút szeretnék Öntől kérni. Munkaidőben majd várom. Keressen majd a hétfő nap. Viszont hallásra. Válaszok nélkül maradtunk, ahogy nem kaptunk választ a vizek és a környezetvédelmiért küzdő Áder János köztársasági elnök hivatalától sem. Megkérdeztük az Agrárminisztériumot is, ők terveznek-e közbelépni, de válaszukban azt írták, a hatóságok végzik a dolgukat, ők pedig ezekben az egyedi ügyekben nem nyilatkoznak. És higgyék el, lenne még hol folytatni a történetet. És az a türemlő hullám, kis bujárhab, mit gagyog? Ember, ember, ide néz rám. Lettem, és már nem vagyok. Írja a márciusi ifjak egyike, Vajda János a Balaton partján című versében. Míg a hullámok ma is eltűnnek, egyre félőbb, hogy eltűnik rengeteg más is a Balatonból, és nem lesz már olyan, ahogyan megismertük. Hogy ez a fejlődés szükségszerű mellékhatása, amit majd kihever a tó, vagy éppen helyrehozhatatlan károkat okoz az emberi beavatkozás, arról lehet és kell vitázni. Egyelőre viszont úgy tűnik, aki akar valamit a Balatonon és megvan hozzá a befolyása, pénze, az elkerülheti az ilyen vitákat. Hát így néz ki most a tereprendezés a Balaton partján. Legalább 5 embernek kéne még a vállamra állnia, hogy elérjék ennek a farakásnak a tetejét. Arról persze lehet vitatkozni, hogy a partszakasz rendbetételére szükség van, fejlesztések kellenek, és egyszer majd minden nagyon szép lesz. De abban talán egyetérthetünk, hogy amit most látni a Balaton körül ezernyi helyen, az elszomorító. A heti naplóban Bihari Ádám riportját látták.